Éledezik a beregfürdői strand. A főszezon ugyan még messze van, a drágulás viszont már megérkezett. Az éves bérlet a tavalyi 62 ezer forint helyett idén 85 ezer forintba kerül. Mindenütt drágaság van, tehát én ehhez úgy mondok, én vele élek ezzel a drágulással. Most ezzel nem tudok csinálni, tehát én ezzel úgy vagyok vele, hogy most ez van. Csak az a baj, az igazság, hogy mindent a háborúra fognak. Az Energiaügyi Minisztérium decemberi rendelete alapján januártól a nem lakossági fogyasztók, például a gyárak, a vállalkozások és a fürdők vízdíja duplájára emelkedett. A csatornadíjak pedig 2,5-3-szorosára drágultak 12 év után. Valahol érthető, de azért egy kicsit túlságosan emelkednek. Például én, nekem állandó bérletem van itt a Beregfürdőben, és szóval ez is 10.000 forinttal emelkedett, mert hogy emelkedni kell neki, az oké, valamennyit, de ezt azért sokallam. A Magyar Fürdőszövetség szerint a közüzemi díjak emelkedése egy kisebb vagy közepes fürdő számára éves szinten 10 milliós nagyságrendű többletköltséget, míg egy nagyobb fürdő esetében akár 100 milliót is meghaladó költségnövekedés jelenthet.